Na kérem szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, péntek reggel, szeptember 10-én. Hát ma is ilyen depódós nap van, úgy látom, hogy aztán jövő héten is itt fogok dolgozni, azt még nem tudom. De nem is nem szólnak, hogy nem. Földkupacot már nem látok, legalábbis olyan nagy földkupacot nem látok, amit ez a gép néhány nap alatt elterítene, vagy a másik gép is önterakta. Hát ez a múlva van, amit itt majd el kell rakni, amit majd rakni kell. Ha ehhez kell ez a gép, akkor ez nem vagy. Nagyon kellemes idő van, a 20 fok körül hőmérséklet, de nem van ugyan borulva, de ha nem fog esni, akkor rendben van. Akkor jó. Nem fog esni. Ezt folyamatosan mondják a kutyot. Elvondásával a másik csapat, két tanácsára gép. Hát kérdem a magyar srácot, azt mondja, hogy nem mondták erre, azt mondták, hogy jövő időt ide kell jönni.
ezek a műanyag kedvesek, terülségek, itt ezek a nagy kedvesek, ami majd a víz tartálynak képezik a magát a tartályt. Ezt fogják majd kívül körbe burkolni ilyen vastag fóliával, amit összeforrasztanak. Körbe töltik homokkal, és egy tartály lesz belőle, egy víz tartály lesz belőle. Egy első víz tároló, ami ideglenesen tárolja a vizet addig, amíg az utcán olyan nagy a vízterhelés, utána aztán beleengedi ezt. Ilyen szuper tároló, ilyen ideglenesen tárolja. Ugyanis csinálják sziklasztónak is, csak ez azért nem sziklasztó, mert le van betonozva az alja. Ha nem lenne lebetonozva az alja, akkor azt mondanám, hogy sziklasztó. De le van betonozva az alja, a gödörnek, amivel beleteszik. Hát a sziklasztó, akkor nem betonozás egy nyilván értelemszerűen. Hanem lefelé, ha a sziklasztón el. Gyönyörű, szép, én csináltam egyébként, és én sütöttem meg tegnap a pontosabban. Gyönyörű, szép, sült szalonnal. Így volt, ebben a formában volt a tárcán, én már így, ahogy volt a tárcán, már sütöttem. Valószínűleg nehezebb lesz szétszedni. Nem zsíros, oké.
ciklusokért hozzák a murvát, valamikor ide jön egyszer 10 autó, utána nyugalom van. Feltelt húsos bacon, egy fillére kellett kapni mindenhol. Gondolj vele, hogy egy ilyen, az amit most megjelentek, ez egy tárcám volt. Egy órai minimálbérből lehet venni, azt mondja, hogy hat ilyen tárcát. Hat ilyen tárcával lehet venni egy órai minimálbérben. Egy 50 körül van egy ilyen tárca. Behűtött. Balaszk. Finom. Majd meggyónom a konditerembe. Tegnap is voltunk.
de jól adtam. Húha! Na, este nem kell tenni. Arról a téren be. Szétbukadok. Na most hozzá ez a kis tarronca, ott van egy kamion, a Volvo, ahol áll a munkagépként, az utcán van egy kamion. Kis tarronca, most hozza be azt a fóliát, ez egy ilyen erősített vastarabb fólia, mint amit mi szoktunk bárhol is használni. Ez egy ilyen vastag fólia, ez lesz a tartányra a külső fala. A víztartálynak, a belső része ezek a ketrecek itten. Összeforraszták ilyen, hát hasonló, mint a vasaló. Ahol összeforraszták vasalóval, aztán ez egy tartály lesz. Ez egy műanyag rágyszerkezet, ami itt van. Rengeteg víz belefér. Tapasztalat az, saját tapasztalat, hogyha 30 centi homok van a tetején, 30 centi homok van a tetején, 20 tonnás lánctapas géppel már rá lehet menni. Már akkor rá lehet menni egy 20 tonnás lánctapas géppel. Nem tudom, a Volvo mit ásottan, mit akarnak. Gyanítom, hogy szar helyen van a parkoló, ezt előbb-utóbb el fogják költöztetni. Ez a teherautóra felrakolható tarroncában most látok először olyat, aminek fülkéje is van. Ez az a fajta tarronca, amelyik a teherautó mindig magával viszi, hátulra felakasztva. De ennek fülkéje is van. Ügyes szerkezet. Nekem meg hozzák a múlvát szepetül.
Vannak erre külön szakosodott cégek vannak, akik ezeket a víztartályokat, vagy szitasztókat, most vagy víztartály, vagy szitasztó összeépítik. Ügyes az a csiftarnonca. De van ilyet, hogy fülcséje van, még nem láttam. Szóltak, hogy viszi el a gépet hétfőn, Peterborough-ba. Hát mehetnék én is vele, tehát alkalmaznának továbbra is, csak messze van egyet Peterborough. Hát nagyon hozzá messze van. Valószínűleg nem fogom bevállalni. Jött egy érdekes kérdés, hogy dolgoztam-e már ilyen Volvo-val, mint ezek a dömperek, amik itt vannak nálunk, az nagy dömperek. Néhány szót ejtenék róluk, nem is ültem még benne, csak érdekességet mondom, hogy többféle dömpert raktam már. A Volvo közöttük a legjobbak, ebben a műfajban a Volvo a legjobb. A Volvo hajtáslánc minden tekintetben, minden mibe építik bele, dömperbe, láztalpas munkagépbe, gumikerekes munkagépbe, bármibe építik be, a Volvo hajtáslánc nem felülmúlható. A legjobban. Na most, itt két Volvo dömper van, mert kettő Bell, a Bell az dél-afrikai, hát legalábbis a központjuk Dél-Afrikában, hogy hol gyártják, nem tudom, azt tudom, hogy Mercedes motor van bennük. Hát gondolom, az ottani gyémántbányákban ebben hordják a földet,
gondolom. Mert ott mindenféle bányában. Nem nagyon repesnek értük a sofőrök. Azt mondják, hogy nem olyan nagyon jó. Ami érdekesség még, kép még, hogy ezek a gépek úgy vannak megszerkezve, hogy derékcsuklós, tehát a fülke csuklik a platóhoz képest, viszont a plató fel tud borulni úgy, hogy a fülke állva marad. Tehát ha bármikor is olyan terepen közlekedik, hogy a plató felborul, akkor csak a plató borul fel. Nagyon érdekes egyébként. Fülke nem törik össze, elve marad. Simán egy munkahelyi oda majd felállítja és kész. Egy munkahelyi oda majd felállítja a platót, azt annyi. Megy tovább. Egy olyan csuklópont, olyan forgópont van, olyan forgóponttal kapcsolódik a vontató rész, ez a plató rész. Abban a fordulópontban megy hátrafelé a hajtás is. A hátsó ajtó nyitása nagyon egyszerű, ez a, itt előttem ez a... Ez a kis macsar, ami oda van kötve, az nyitja automatikusan a hátsó ajtót. Ahogy emeli a platót, a hátsó ajtó nyílik. Ahogy leteszi a platót, csuklódik. Egyszerű, mint a fajék. Iszonyatos erősek egyébként, és nagy terhet tudnak vinni. Egy ilyen nagyon jól megrakott szerelvénynek a súlya simán a közelében van a 40 tonnának. 40 tonnának simán a közelében van. Hátrányokat tudnám elmondani. Valami miatt a plató kialakítás nekem nem tetszik, mert nagyon könnyen lerarad a fenekén a föld, benne marad a fenekében, letapad, és egyre csak halmozódik. Olyan a kialakítás, hogy alig lehet többféle ilyen olyan szögben törik, alig lehet megkaparni, meg kitisztítani. Szóval nem igazán jó a plató kialakítás. Magában az önsúlya egy ilyen gépnek kapásban a minimum 20 tonna. Üres súlya. De hát arra az ember rak egy 10 köbmétert, ami egy ilyen medvesebb anyag, ami már akár 2 tonna is lehet köbméterenként, vagy követ, murmát pláne, ott már ott vagyunk mindjárt a 20 tonnánál, vagy az önsúlya 40 tonna körül van. Éles balonos terekek vannak rajta, nagyon szar bordázattal, igen könnyen megsüllyed. Bármennyire furcsa a hajtása van neki, minden, meg minden kerék hajt, és differenciál zár, mert ami kell, minden van rajta. Mégis ekkor súly viszonylag könnyen megsüllyed, és hát éppen eleget tolódottam, mert húztottam már ilyen döbbert. Azért a telepjáró képessége ilyen súllyal korlátozott. Bármennyire is jó a terepjáró képessége, de ilyen súllyal azért nem olyan egyszerű a történet. Jó volt egy zápor, egy gyenge zápor volt.
Na, szóval menni kell innét, és hát viszi el a gépet hétfőn, melónnak vége. Az a helyzet, hogy kikubikoltam a Lánctalból a sarat. Mit mondjak, felért egy két órás gymbeli edzéssel. Kérem szépen, eddig mindig megúsztam a Lánctalból a kikubikolását, mert a melósok mindig megcsinálták. Ugye én is megcsináltam nekik mindent, általában, hogy ki kellett kubikolni, mert vitték el a gépet, ugye vitték ezt a gépet észről. A színeg a sárosan nem állott fel. Nyilván. Na most egy 50 tonnás gép, meg a Lánctalpát kikújtolni. Hát... Mit mondjak?